mielőtt folytatjuk a mai Főnix karácsonyt, bizonyára tudják, hogy ezt a dal előtti utolsó produkciót, vizsgaszámot, a Betlehemest, mindig a harmad évfolyam kapja meg, egy teljesen indiferens betlehemes szöveg formájában, van, amikor archaikus betlehemes szöveget kapnak, van, amikor modern szöveget, és az ő dolguk, hogy megrendezzék, adott esetben fel is játsszák, és az iskola társaikat, a többi növendéket ebbe a történetbe, a történetet magát is kitalálják, és a növendéktársaikat beilleszik. Tehát ez egy külön értéke ennek a Betlehemnek évről évre, hogy mindig a harmadik folyam szellemi és művészi terméke. Egy kérdés, Gál Ildikó itt van közöttünk? A kérdés arra vonatkozott, hogy következne a Főnix tojásdíj átadása, és ő egy fontos szereplője lenne ennek az átadásnak. Egy kicsit időben megszaladtunk, és 20 perccel előrébb vagyunk, mint ahogy ez meghirdettetett. 12 órára hirdettem a Főnix tojásdíj átadást. Úgyhogy tisztelettel kérem, akkor tartsunk 10 perc szünetet, és tiszteljenek meg azzal, hogy az utolsó részre, etapra, a Főnix tojásdíj átadására, illetve még a hátralevő színi növendéki vizsgaprodukcióra visszajönnek. 10 perc szünet. Köszönöm. Köszönöm, hogy megvárták a szünet végét, és hogy velünk maradtak. Hagyományosan most már 8. éve a Főnix karácsonynak, a színi iskolai vizsgának tulajdonképpen. Az első része a növendékekről szól, aztán így a végén van egy néhány perc, ami a színházról, a színészekről. Hiszen a Főnix művészeti műhely célja nem elsősorban a színi iskola, csak eszköze annak, hogy olyan színészek kerüljenek erre a pályára, akik meg tudják tartani, fogni a néző figyelmét. Amikor első éves színi növendék voltam, 1979-ben a Nemzeti Színházban tanultam a mester, kezdtem el tanulni a mesterséget, most is tanulom. Teljesen megdöbbentem, hogy az évvégi vizsgánkon ott álltunk ugyanúgy fölkészülve, mint most a növendékek, rákvóló, rettenetes izgalom, szívdobogás, és kezdés előtt ez volt a döbbenet. Beült a nézőtérre, a házi színpadon volt a vizsga, nem nagy színpadon, hiszen csak színiskolai vizsga. Beült a nézőtérre a Nemzeti Színház akkori egész társulata. Ott jött a Major Tamás, a Kálai Feri bácsitól, Sinkovics Imre, Őze Lajos, Kálmán György, tehát még a Gobi is eljött. Egy csomó olyan színész, aki ma már legenda, színész múzeumban, tévében látjuk őket, beültek az első éves növendékek vizsgáját megnézni. Nem szólt előre senki, hogy ez így lesz. Nem is értettem, hogy miért? 19 évesen még nem tudtam, hiszen az elején jártam, hogy mennyire nem minden, hogy ki jön utánam. Itt az utam. Hogy miből van az, aki utánam jön. Ahogy viccesen mondani szokták,
nem vidra-e olyan se úr sehol. Az a vidra. Én szeretném ezt felnőtt fejjel képviselni, továbbvinni, továbbadni, nem mindegy, hogy ki jön utána. Ugyanezt tanítom a tanároknak, akik tanítanak színészmesterséget. Én úgy tudom megközelíteni, 20 éve csak úgy tudtam megközelíteni, amióta tanítok színészmesterséget, hogy akárhány éves színinövendék oda kerül egy mesterségórámra, fejben elkezdem úgy kezelni, mint egy leendő kollégát. Bármit meg kell tegyek azért, hogy néhány év múlva, amikor majd úgy adódik, adja Isten, hogy egy színpadon állunk, egy darabban, partnerek vagyunk, jó partner legyen. Jó legyen vele játszani. Ezért történik a színiskolában minden úgy, ahogy történik. Tehát ennek az egész művészeti műhelynek, ennek az egész folyamatnak a célja, a színész is csak eszköz ilyen értelemben, az, ahogy az elején mondtam, hogy önök, nézők, valami olyasmit kapjanak, amit máshol látnak. Hát ennek az egyik ilyen eszköze a 2007 óta létező Főnix tojásdíj, ami egy visszajelzés az évközbeni... Pont jó, foglalj helyet, parancsolj itt van. Ami egy visszajelzés a színész munkájából. A társulat szavazza meg minden évben titkos szavazással az évad, az előző évad legjobb színészét, illetve a legjobb előadását. Továbbá az utóbbi néhány évben a közönséget is felkérjük erre a szavazásra. Így hát többféle Főnix tojásdíj születik. Talán nem is beszélek, hanem elolvasom azt, amit 2007-ben, amikor ezt a díjat létrehoztam, kitaláltam, gondoltam erről. Ma is hasonlóképpen gondolom. A Főnix tojásdíj azért jött létre, hogy jelképezze, jelezze a Főnix művészeti műhely tagjainak, baráti körének, nézőinek és szimpatizásainak egymásra irányuló figyelmét egy olyan világban, amelyben az értékek értékcsökkenése, a kultúra bulivá formálása, az egymás iránt vállalt törődés, önzéssé változtatása világméreteket ölt, de a tojás, a jövő szimbóluma magában hordozza a változás lehetőségét. A Főnix tojásdíj minden évben jelzés a színházi műhely munkájában részt vett művészeknek és művészjelölteknek, hogy az igényesség nem lehetőség, hanem az egyetlen lehetséges kivezető út minden válságból, hogy a művész felelőssége túlmutat önmagát. A Főnix tojásdíj jelöltjei az előző évad színházi munkájában részt vett alkotók. A Főnix tojásdíj díjazottja oklevelet, valamint egyedi kis plasztikát kap, amely Pók Tímea, szobrászművész, a drámastúdió egykori színinövendékének alkotása. A Főnix tojásdíj pénzdíjas kitüntetés. A díj összege 1 forint. Jelképeként annak, hogy Európában az első aranyfedezetű forint a 14. századi Magyarországon született meg. Valamint annak, hogy 1946-ban a forint állította meg az eddigi legnagyobb ismert hiperinflációt. Jelképezi ez az 1 forint az alkotó emberek művészi aranyfedezetét, igényességét, hitelességét, törődését, melyet szembefordíthat a kulturális inflációt. A Főnix tojásdíja 2009. évtől kiegészül a társulat által választott legjobb előadás, valamint a nézők által megválasztott legjobb színész és a legjobb előadás oklevelével.
Fönix tojás díj átadása minden évben a Fönix karácsony alkalmával a Szenteste előtti utolsó vasárnapon történik. Ebben az évben egy olyan Fönix tojás díjat kell átadjak elsőnek, amit nem szavazott meg a társulat, nem is kértem őket erre a gesztusra. Az első posztumusz Fönix tojás díj. Mucsi Sándor 2008 és 2015 között volt része a Fönix előadásainak. Színészetével, emberségével példát adott. A legjobb példa volt arra, amit sokan különféleképpen megfogalmaztak már, hogy színésznek lenni azt jelenti, hogy embernek kell lenni. Nem jó embernek, nagyon embernek. Sanyi nagyon ember volt. Az a tulajdonképpen rövid idő, én korábban játszottam vele egy másik társulatban, ezek után hívtam a Főnixbe. Ez a rövid idő megmutatta mindenki számára, példát adott a fiatal kollégák és a színi növendékek számára is, hogy Sanyi nem csak jó színész volt, hanem nagy színész. Az, hogy elment, az azt jelenti, hogy most már naponta vitatkozhatunk. Isten jutassa, és nem felejtjük el. Az első posztumusz Fönix tojás díjat özvegyének, Gál Ildikónak szeretném odaadni, és köszönöm, hogy eljött. Színpadon. Úgyhogy én azt gondolom, hogy semmi más nem mondott, hogy csak annyit, hogy szeretem benneteket. Köszönöm szépen. Következő Fönix tojás díj, aki a kis plasztika kis plasztikát is kiérdemelte. Mind a társulat, mind a közönség szavazatai alapján az előző évben legjobb színésze Baku György. Kapott holtversenyben díjat. Az egyik az a társulat szavazatai alapján is, és a közönség szavazatok alapján is tojás díjas lett, a másik a közönség szavazatai alapján. Tehát mind a társulat, mind a közönség szavazatai alapján az előző évad legjobb előadása az Ágacska című produkció volt. Alkotói Csukás István író, Tóth Tamás zeneszerző, Szikra József rendező, Bicskei Kis László játékmester,
Baku György, Bicskei Kis László, Bodori Panka, Színi Növendék, Bognár Anita, Hartai Laura, Hole Dániel, Makrai Gábor, Szávai Katalin, Várkonyi Tamás színészek. Bodori Pankát, Színi Növendéket, képviselő az Ágatot. Árpád Andrea, Boldizsár Tünde, Dankovics Noémi, Facskó Marica, Hartai Laura, Honti Tímea, Makrai Gábor, Pap István, Szávai Katalin, Zernovác Erzsébet, Vejsz Ildikó színészek. Hartai Laurát kérem, menj át a díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Kívánok a boldog karácsonyon túl jó színházi előadásokat mindannyiuknak, és végezetül még hallgassanak meg egy dalt.
szépen, hogy megjelentek, hogy velünk voltak. Nem marad más hátra, mint a növendékeknek, tanároknak a csomagbontás, egymás körbeajándékozásának a végeredménye. Önöknek pedig, hogy köszöntsék meg a ismerőseiket. Köszönöm, hogy eljöttek. Kellemes ünnepeket mindenkinek!